Csökkenti árait a malomipar. Az 5%-os mérséklés hatása csak később jelenhet meg a kenyér árában. Kiégtek a kapcsolószekrények, meleg ételt vittek a fényes udvari társasház lakóinak. Ismét itthon a Loki. Blagojevic szerint hasznos volt a törökországi felkészülés. Köszöntöm Önöket! Január 24-e kedd van, kezdődik a napszemle, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Csökken a búza ára hazánkban. Ennek oka, hogy megindult a gabonaszállítás Ukrajnából Európába, így Magyarországra is. Ennek hatására a lisztára is mérséklődhet februárban, körülbelül 5%-kal. Hogy ez a csökkenés megjelenik-e később a kenyér és a többi sütőipari termék árában is, azt most még nem tudják a szakemberek. Történelmi a száj, átlag alatti terméshozam, ez jellemezte a tavalyi magyar gabonatermelést. Emiatt drága a hazai búza, ám közben pár hónapja megjelent a piacon az ukrán import. Ebből havonta akár 100 000 tonna is érkezhet, és a minősége ugyan gyengébb, mint a magyar kenyérgabonáé, de jóval olcsóbb. Nem tudom, hogy odakint Ukrajnában mennyire erőszakolják meg a kinti eladókat, de van, aki ott a 70 000 forintért tud venni búzát, ami nálunk ugye 135-140 000 forint volt az év végén. Ugye ez már most nagy mértékben befolyásolja a búza árakat, tehát itt már december hónapban a búza árak visszamentek 120 000 forint körüli árra. A Gabonaszövetség feldolgozói tagozatának elnöke szerint a búza árcsökkenését a liszté is követni fogja, annak ellenére, hogy a malomipar bér, energia és egyéb költségei emelkednek. Bár az olcsó ukrán búza őrlését még nem kezdték meg a hazai malmokban, már februárban jöhet egy kisebb mértékű, körülbelül 5%-os lisztárcsökkenés. A pénzségek már tudják, azok már itt presszionálnak bennünket, hogy vigyük lejjebb a lisztnek az árát. Ugye ez azért nem egyszerű dolog, mert a malomiparban az, hogy egy tisztességes minőséget meg tudjunk tartani, legalább 3 havi készlet van. Tehát úgy gondolom, minden nagyobb malomipari vállalatnak van vácius vége április közepéig készlete, ami 135 000 forintért van. Az előző hónapban átlagosan 900 forintba került 1 kiló kenyér hazánkban, ami 2-szer annyi, mint 1 évvel korábban. Az egyelőre bizonytalan, mennyire mérsékli majd a kenyér árát a lisztárak várható csökkenése. Szokatlanul enyhe és csapadékos időjárás jellemezte Hajdú-Bihart az elmúlt napokban. A nagy mennyiségű csapadék egyelőre nem okozott komolyabb kárt, ugyanakkor a mezőgazdasági munkák jelenleg állnak az átvizesedett talaj miatt. A szakemberek szerint ismét nehéz év vár a hazai agráriumra. A domborzati viszonyokat látva, hogy ez a föld majdnem egyenes, tehát itt nincs összefolyás. Mike Sándor azt mutatja, hogy az elmúlt napok esőzései milyen hatással voltak a földekre Mike Pécsnél. A gazda örül, mert a nagy mennyiségű csapadék nem egyszerre, hanem napokon keresztül hullott le, így nem folyt össze a területeken. Semmilyen munkát nem lehet jelenleg végezni a legfeljebb repülőről. Ha fagy lesz, akkor fogjuk majd a műtrágyát kiszólni rá, és a vegyszerezés az meg majd csak tavasszal, májusban, mikor már jó idő lesz. Ezen a környéken a vetés 80%-a búzaföld, és a tapasztalatok szerint jó termés szokott lenni. Az elmúlt év asszályos időszaka azonban jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. Nagy István agrárminiszter hétfőn arról beszélt, idén csak nem 1400 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatás kifizetésére lesz lehetőség. A tárcavezető úgy véli, hogy 2030-ig az agrárium termelékenysége a másfélszeresére, hozzáadott értéke pedig a kétszeresére nőhet. Ebben nyilván Hajdú-Bihar vármegye is ugyanilyen módon fog részt venni, vagy én azt gondolom, hogy a mi önmagunk felé való elvárásunk az az, hogy a legjobbak közé tartozzunk, és azt gondolom, hogy ehhez mindent megvan. Mind a szaktudás megvan, mind a tudásbázis megvan, illetve nyilván a termőhely adottságaink is ilyen olyanok. És ha már öntözésről beszéltünk, vagy vízgazdálkodásról, akkor az öntözési lehetőségek is rendelkezésre állnak. A szakemberek szerint ismét nehéz év előtt áll a magyar mezőgazdaság. Azt például egyelőre nem lehet tudni, hogy a szokatlanul enyhe időjárás milyen hatással lesz a gyümölcstermésre. Új generációs, olcsóbb, környezetkímélőbb és hatékonyabb akkumulátor kifejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen. A Természettudományi és Technológiai Kar a Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium projekt keretében végez kutatásokat.
Az intézmény kutatói a jelenleg használt anyagok helyett cinket és levegőt alkalmaznának az általuk fejlesztett akkumulátorokhoz. Egyre több elektromos autót adnak el a világon, így egyre sürgetőbb szempont, hogy olcsón előállítható környezetkímélő és minél nagyobb kapacitású akkumulátorral lássák el azokat. Ez nem csak a járművekre, de minden olyan eszközre is vonatkozik, ami energiatárolókkal működik, hangzott el hétfőn Esti Közel 2 című műsorunkban. Az ólomtól a lítiumig sokféle akkumulátort használnak, és sokféle kísérletet is végeznek a világban. A Debreceni Egyetemen például cinklevegő akkumulátor létrehozásán dolgoznak, aminek a komponensei könnyen hozzáférhetőek, és nehézfémeket nem tartalmaznak. A cink az jóval gyakoribb elem, mint mondjuk például a lítium, kobalt, vagy akár a nikkel. Másrészt pedig az úgynevezett újrahasznosítási technológiája a cégnek megoldott. A másik összetevő, az oxigén pedig könnyen hozzáférhető. A tanszékvezető azt mondta, hogy a megújuló energiák nemzeti laboratórium projekt keretében végeztek kutatásokat. Ezek célja egy olyan cinklevegő akkumulátor megalkotása volt, amely széleskörű alkalmazhatósággal rendelkezik. Ismervén hogy a perülésös rendszer, tehát ki lehet számolni, hogy elméletileg mennyi kapacitás, vagy fajlagos kapacitás, mennyi fajlagos energia várható elméleti esetben. Na most ez egészen jó értéket ad. Kéki Sándor hozzátette, az egyetemi pályázat keretében egyelőre laboratóriumi kísérleteket folytatnak. A következő lépés már egy működő prototípus elkészítése lehet. A Demokratikus Koalíció debreceni képviselőcsoportja fegyelmi eljárást kezdeményez Papp László polgármester ellen, mert az ellenzéki párt szerint a városvezető Debrecen ellenes. A Fidesz-KDNP helyi frakciója úgy reagált, a mostani városvezető nevéhez fűződik a gazdasági élet dinamizálása, több ezer új munkahely létrehozása, annak érdekében, hogy a fiatalok hosszú távon is Debrecenben maradjanak. A Demokratikus Koalíció név szerinti szavazást kér Papp László polgármester ellen az eljárás során. A benyújtástól számított harmadik közgyűlésen kötelezően tárgyalnia kell erről Debrecen közgyűlésének. Varga Zoltán, a DK országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, Papp László polgármester nyíltan a város 200 ezer lakója ellen fordul, és cinikusan jelentette ki, hogy ő akkor is támogatni fogja az akkumulátorgyár megépítését, hogyha Debrecen teljes lakossága ez ellen fordul. Mint hangsúlyozta, megépül egy olyan gyár, amit tönkre teszi, elszívja, megmérgezi vízünket, levegőnket, nyugalmunkat. Varga Zoltán úgy fogalmazott, idézem, Papp László gyakorlatilag már politikai hullának tekinthető. A Fidesz-KDNP debreceni frakciója írásban reagált, melyben azt írják, ha Varga Zoltánnak lenne önbecsülése, már régen befejezte volna politikai pályafutását, ugyanis bizalmat soha nem kapott a debreceniektől. A kormánypártok szerint, akinek soha nem sikerült még a választók bizalmát megszereznie, annak nincs morális alapja arra, hogy bárkit politikai hullának nevezzen. A Fidesz-KDNP szerint Varga Zoltán maga a politikai hulla, ellentétben a polgármesterrel, aki 1998 óta minden esetben megszerezte a választók bizalmát. A Fidesz-KDNP hangsúlyozta, azt a munkát, amelyet Papp László polgármester végzett az elmúlt években, amely révén Debrecen Közép-Európa egyik legjelentősebb városává vált, elismerni kellene, nem becsmérelni. A jelenlegi polgármester nevéhez fűződik többi között a Csokonai Fórum megépítése és a Csokonai Színház felújítása, csak úgy, mint az olyan jóléti beruházások, mint a Szigetkék Játszópark vagy az Akvatikum Debrecen Strand, írja a Fidesz-KDNP közleményében. Elektromos kapcsolószekrények kaptak lángra hétfő éjszaka egy debreceni 10 emeletes lakóház földszintjén. A fényes udvari tüzet debreceni és hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók fékezték meg. Az épületben azóta sincs áram. Ma a város vezetés és a karitatív testület 100 adag melegételt osztott ki a lakóknak a Civis Szociális Étkezési Központ jóvoltából. Ezek az elektromos kapcsolószekrények gyulladtak ki tegnap késő este a Fényes udvar egyik társasházának földszintjén.
A füst beterítette az épületet. A Debrecen és a Hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak nagy erőkkel a helyszínre, ahol porraloltó segítségével gyorsan megfékezték a tüzet. A lépcsőház jelentős mennyiségű füsttel telítődött. Kormos falak és padló mindenfelé. A lépcsőházban a tűznyomai még ma is látszanak. Kinyitottuk az ajtót a 8. emeleten, akkor a füst volt, hogy egy méterre alig lehetett ellátni. A házból 17 lakót menekítettek ki. Ők melegedő buszban várakoztak, ameddig visszatérhettek lakásaikba. A tűzoltók további 30 lakót kértek arra, hogy zárkózzanak be. Kábelszagot éreztem, kinéztem először az optikai kitekintőt, nem sok mindent láttam, kinyitottam rajta, gyorsan be is csuktam, mert füst volt. Na most akkor én fogtam magam, gyorsan kinyitottam az ablakokat, keresztúzatot csináltam, és akkor már a rendőrségi kocsi már mondta be, hogy a katasztrófa védők, tűzoltók rövidesen itt lesznek, senki ne izguljon, lokalizálni lehet a tüzet, tehát nem terjedhet át. A mentőszolgálat 3 embert szállított kórházba. A lakók röviddel éjfél után visszatérhettek otthonaikba, de főzni még sokan nem tudnak. A tűzokát még vizsgálják. Debrecen város igyekszik minden bajba jutottnak segítséget nyújtani. Nagyon szomorúan értesültünk erről a tűzesetről. Isteni szerencse, hogy személyisérülés nem történt. Széles Diana alpolgármester és a városrész önkormányzati képviselői a karitatív testület önkénteseivel közösen csengettek be ma minden lakásba. Azokat az ételeket osztották ki, amiket a Civis Szociális Étkezési Központ jóvoltából kapnak az itt élők. Azt kérték tőlünk a lakosok, hogy mivel hogy nincsen az épületben áram, és nyilván nagyon nehézkes így a főzés, hogy hozzunk napi meleg ételt számukra, ezért leves másodikkal nagy lelkű felajánlás után mai nap 100 adag ételt osztunk itt ki, és próbálunk segíteni minden olyan problémában, ami felmerül. Azt még nem lehet tudni, hogy mikor lesz újra áram a társasházban. De amíg a szolgáltatás nem áll helyre, addig a napi meleg ételt biztosítják a lakók számára. Hasznosan telt a téli felkészülési időszak a DVSC labdarúgó csapatánál a vezetőedző szerint. A Loki bő egy hónapja edz, ennek nagyobb részét Törökországban töltötte a csapat. Srdjan Blagojevic úgy érzi, jobban megismerte a keretet, és előreléptek játékban. Az új év első tétmeccse hétvégén a Zalaegerszeg ellen lesz. Január elején jelentette be a DVSC a montenegrói válogatott középpályás Stefan Lončar szerződtetését. A 26 éves játékos a törökországi edzőtáborban csatlakozott a csapathoz. Pályafutása során több mint 200 mérkőzést játszott a montenegrói, a horvát és a szerb első osztályban. Emellett pályára lépett Bajnokok Ligája és Európa Liga selejtezőkön is. Ezzel együtt úgy érzi, a Loki nagy előrelépés a karrierjében. Ismerem Vukasin Poleksicset, a korábbi Loki kapust. Évekkel ezelőtt rengeteget mesélt a klubról. Akkoriban még 20 éves voltam. Együtt játszottunk a Szutyeszka Niksicsben. Sokszor emlegette a csapatot, a várost és a magyar futballt. Úgy döntöttem, én is belevágok. Nem számít hogyan, de eljutottam ide. Elmondtam a Novi Pazar elnökének, hogy itt akarok játszani, és így is lett, mondta Stefan Lončar. A héten már újra a Pallagi edzőközpontban készült a tavaszi rajtra a DVSC. Az együttes korábban 5 felkészülési mérkőzést játszott Törökországban. A mérleg 1 győzelem, 2 döntetlen és ugyanennyi vereség. A szezon közben érkezett Srdjan Blagojevicnek ez volt az első felkészülési időszaka a Lokival. A vezetőedző azt mondta, saját filozófiáját, azaz a labdabirtoklásra alapuló támadójátékot és a letámadást igyekezett jobban begyakoroltatni a csapattal. Arra használtuk ezt az időt, hogy fejlesszük a játékunkat minden szempontból. Úgy érzem, sikerült is előrelépnünk. Javultunk, de van még munka előttünk. Például masszívabbá kell válnunk egy-egy mérkőzésen belül és a sorozat terhelés során is, mondta Srdjan Blagojevic. A DVSC a 7. helyről várja a tavaszi folytatást. Az első erőpróba hétvégén a közvetlen rivális Zalaegerszeg ellen vár a csapatra. Hamisítatlan rangadón játszott 4-4-es döntetlent egymással a Deac és az MVFC Berettyóújfalu a Futsal NB1 19. fordulójában. Az egyetemi csapat továbbra is veretlen hazai pályán és a felsőházi rájátszást érő 6. helyen áll a tabellán. Az első játékrész nem hozott gólt. A szünet után azonban beindult a Deac. Tiago lőtt bombagolt, majd nem sokkal később Tóth volt eredményes. Erre még volt válasza az MVFC-nek. A hazai lendület viszont nem tört meg, Tiago másodszor is betalált, Harmati pedig 10 perccel a vége előtt megrúgta a negyediket.
A három gólos hátrányban játszó Berettyó Újfalu a hajrában szerkezetet váltott és vészkapus játékkal kezdett támadni. Az emberfölény meghozta az eredményét, a brazil Mateus duplázott, sőt egy szerencsés találattal harmadik gólját is megszerezte. A hősiesen védekező Deac nem tudta kihúzni a végéig. 18 másodperccel a lefújás előtt Mateus negyedszer is betalált, kialakítva a 4-4-es végeredményt. Nagyon gyorsan ugye váltotta az ellenfél 5-4-re, és nem igazán tudták a játékosok azt a védekezést nyújtani, amire kértem őket. Elvitte őket a hév nagyon, folyamatosan labdát akartunk szerezni, nem húzottunk vissza, nem voltunk türelmesek. Talán az életkorra lehet ezt egy-két játékosnál írni, illetőleg a mérkőzés hevében nem sikerült sajnos őket megnyugtatni. Eldőlt. Ukrajna ellen játssza az idei női futszál Európa-bajnokság elődöntőjét a magyar válogatott. A másik ágon Spanyolország Portugáliával csap össze. Kora este tartották a nemzetközi sporteseménynek otthont adó Debrecenben a négyes döntő sorsolását. A magyar mellett a már említett ukrán, a portugál és a címvédő spanyol válogatott küzd majd az Európa-bajnoki címért, vagyis ugyanazok a csapatok, akik a tavalyi portugáliai fináléban is szerepeltek. A ma esti sorsoláson Széles Diana alpolgármester a házigazda város nevében vehette át a kupát, amiért tavasszal küzdenek majd a csapatok. A március 17-e és 19-e között megrendezendő ebét a 6000 fő befogadására alkalmas Főnix arénában rendezik. A napszemle után a közügy extra jelentkezik. Ma a főszerkesztő Pincés Marian várja Önöket. Szervusz, ki lesz a vendéged és milyen témákról beszéltek majd? Szervusz, köszöntöm a nézőket! Fornak az indulatok a kínai CATL akkumulátor gyár kapcsán, sokan kinyilvánították a véleményüket a két közmeghallgatás során, de hogy mi az álláspontja a város első emberének, az hamarosan kiderül. Papp László polgármestert várom a stúdióba. Tartsanak velünk! Köszönjük! Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehir.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb, holnap este 7-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!